Folytatjuk adásunkat a világnézetben, és hát ahogy Velkei igazgató, főigazgató úr is már gyakorlatilag felkonferáltam a mostani beszélgető partneremet az előző beszélgetésben Velkei Györgyel, és most pedig Lance robert a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesület elnökével folytatjuk a beszélgetést. Magánegészségügy lesz a témánk. Szóba jött ugyan főigazgató úrral is, párhuzamot vont az állami alapellátás. És azt lehet mondani, hogy közellátás és a magánegészségügy párbeszéde kapcsán e, valóban van párbeszéd egyébként? Tehát, hogy sikerül olyan közös nevezőket találni a közellátás és a magánegészségügy ellátás kapcsán? Szerintem kezdjük ezzel ezt a kérdést. Abszolút van párbeszéd, és nagyon üdvözítő dolog, hogy az elmúlt években, egy-két évben ez sokkal intenzívebbé vált, mint korábban. Én azt gondolom, hogy mindkét oldal, tehát a magánegészségügy és a közellátásban részvők is rájöttek, arra, hogy mi kiegészítjük egymást. És ma már egymás nélkül egyik fél sem tud létezni igazából. Ezért fontos az, hogy beszéljünk, egyeztessük. Én azt gondolom, nagyon sok olyan téma van, ami szektortól független, és ezekben közösen tudunk állást foglalni, érdeket képviselni, javaslatokat megfogalmazni. Csak hogyha egy példát mondjak, például Magyarországon kb. 30-40 éve ugyanazok a szabályozások vonatkoznak, úgynevezett minimum feltételek, hogyha egy egészségügyi intézményt létre akarunk uh -huh. hozni, mindegy, hogy közellátó vagy magán. Uh -huh. Ez Szerintem. nagyon idejét múlt, uh -huh. és ugyanúgy érdekelnek a megváltoztatása, modernizálása uh -huh. a közegészségügynek, mint a magának. De csak ez példa a sok közül. Azért örülök, hogyha ezt így akár példákkal is alá lehet támasztani, mert azért is tettem fel így a kérdést, hogy valóban van-e párbeszéd azért a, a, talán a külső szemlélő számára az van, hogy a magánegészségügyi ellátás valahogy másképp is szerveződik. Tehát egyrészt piacorientáltan szerveződik, csak azzal foglalkozik, ami meg is térül a befektetőnek, tulajdonosnak, menedzsmentnek, üzleti tervekre kell rá építeni, mert hisz ez egy vállalkozási forma. Ezzel szemben a közellátás talán egy kicsikét, a, a, akik majd meg fogják hallgatni, Velkei főigazgató úr beszélgetésének az elejétől utal is, hogy az egy teljesen más költségszerkezet, az egy zárt rendszer, ott adott büdzséből kell kihozni valamit, és hát ebből fakadon kiderül, hogy nem tudja kihozni, és aztán adósságok halmozódnak fel. Itt erről szó se lehet. Hát erről rövid távon lehet szó, ugye azért a magánegészségügy egy, egy nagyon befektetés intenzív vállalkozás, és még egy nagyon korai fázisban van annak ellenére, hogy hosszú évtizedek, évtizedek óta létezik magánegészségügy, de komoly méretű szolgáltatók azért az elmúlt évekbe kezdtek kialakulni, és nagyon-nagyon komoly investíciókat kell itt végrehajtani. De természetesen egy üzleti vállalkozás, ahol a nap végén profitot kell termelni, még hogyha egészségügyi Foglalkozunk akkor is. Üm, és ugye egy valamit magára adó magánegészségügyi szolgáltatónál egy elv van, hogy az ellátás minőségén, a beteg ellátáson nem lehet spórolni. Amin lehet az a hatékonyság, az ügyfélkiszolgálás, az orvos-beteg találkozónak a, 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 az úgymond tökéletesítése, hogy ott azokat a holt időket, amikre igazából nincs szükség, például vágjuk le, és ezért az orvosnak a legdrágább elem a vizsgálatba idejét, hogy tudjuk jobban használni. Nagyon rossz gyakorlat például az, hogy ugye ahhoz szoktunk hozzá, hogy egy orvosbeteg találkozó úgy néz ki, hogy bemegyek az orvoshoz, köszönök, elkezdek vetkőzni, amit ő végignéz, vagy nem néz végig, tök mindegy a fülkébe, de megvár, elmondom a panaszaimat, a, az asszisztens kollega elvégez olyan vizsgálatokat, ahol az orvos kollega ott van, de igazából nem vesz részt benne, majd ennek az eredményei, meg az általam elmondottak, meg a felvett anamnézis alapján mond egy diagnózis, egy javaslatot, megnézi, hogy felöltözök, írnak egy receptet, és távol elképesztő hatékonytalan. Tehát ebből a általában 20 kötőle, a 30 perc. nem emeltük ki. Ugye, arról nem és beszélve ebből a 20 30 percból, a 30 percből, a nettó idő, ami ténylegesen a gyógyításról szól, az hát szakmától függően 5 és 10 perc között van. És Nyugat-Európa fejlett világban ugye pont ezt csinálják, hogy egy orvos több asszisztenssel dolgozik, sokkal jobban a szakdolgozókra helyeznek feladatokat. És én azt gondolom, hogy Magyarországon, és ez szinte ez is egy szektorfüggetlen átalakulás, amire szükség van, mivel kevés az orvos, kevés a kollega, mm. I -i ilyen, ilyen módszerekkel kell változtatnunk. Logikusan a magán ezt gyorsabban tudja bevezetni, könnyebben tud reagálni, mondjuk, mint egy nagy közállátó. Elutatta, hogy abúgy fiatal kvázi a magyarországi magánegészségügy, de ha már szóba hozta, hogy kevés a szakember nöktik szektorában egyébként mi a tapasztalat, hogy van erőforrás hiány ezen a területen, tehát akár orvosi, akár szakdolgozói területen? Én azt gondolom, hogy van, tehát hogy a, a, mindkét szektorban megint csak van, a magánban is van, átalakulóban van ez a terület. nagyon Túl sok magánegészségügyi szolgáltató van, és szét van porlasztva a kapacitás. Uh -huh. és az, ennek a fő oka az, hogy Magyarország a rendszerváltozásnál egy relatíve jó egészségügyi egészségügyi rendszert örökölt, ezért nem nagyon alakult ki a magánszektor. 2000-es években is még bőven az első évtizedében a lakásrendelőkről beszélünk, ami inkább egy kórházból kivittük okoskodással bizonyos orvos kollégák, a paciens, teljesen szürke zóna az egész, de a klasszikus nagy szolgáltatókat, amiket ma már kezdünk látni a piacon, az elmúlt tíz évben kezdtek nőni és, és kiemelkedni. Ezért nagyon-nagyon-nagyon sok pici szereplő van, ami megint csak hatékonytalan. És nagyon helyesen elindult az a folyamat, ami nyugat európában de a, a, a volt szocialista országokban sokkal hamarabb lejátszódott, hogy néhány nagy magánszolgáltató országos hálózattal főállásba fixen uh -huh. orvos kollégákat tud foglalkoztatni, és ez megint a hatékonyságot növeli. E, mai cikk volt ugye, hogy milyen nehéz ultrahang időponthoz hozzájutni, radiológusban milyen kevés van. Hát a minden városban, minden magánszolgáltató, és még az állam is emert meg CT-t működtet, teljesen fölöslegesen, e, akkor persze, hogy nincs elég radiológus, de hogyha ezek azért jól vannak átgondolva és centralizálva, akkor azért sokkal hatékonyabban tudjuk felhasználni az erőforrásokat. ez, ez azt gondolom, hogy talán tényleg az egész egészségügy racionalizásnál mindig felmerül kérdésként, hogy mit, mit érdemes centralizálni, mi az, amit érdemes decentralizálni. Az önök esetében, tehát a magánorvos ellátásban maguk a a szakmai lefedettségekre piaci miatt is gondolom figyelni kell, mert hát nyilván ahol miből több van, oda már kevesebb beteg jut, annak értelemszerűen akkor a jövedelmezősége is valószínűleg kicsebb. Van-e ebbe esetleg olyan megfigyelésük, hogy egyre több orvos szakmai területet tudnak lefedni, úgymond magánegészségügyi praxissal? Ö, igen, tehát hogy, ö, De Gondolom, egyre... voltak ilyen sztenderdek, elkezdődött, tehát ami, ami én... ami gyorsan ki lehetett szervezni, gyorsan piacosítani lehet. Igen, tehát járóbetegben, képalkotásban, labordiagnosztikában gyakorlatilag az egészségügy teljes vertikumát le tudja ma fedni a magánegészségügy. Ahol korlátos a képesség, az elsősorban fekvő ellátás. A fekvő ellátásnak műtéti beavatkozásoknak megvan az a szintje, ameddig egész egyszerűen van rá fizetőképes kereslet. Mm. Ez, ez ma, ugye általában azt szoktuk mondani a, a, az ortopédiai bevatkozásoknál, kezd tetőzni, tehát a különböző protézis műtétek, ami ma magánegészségbe két-két és fél millió forintba is belekerül, nem egy olcsó beavatkozás, de mi azt látjuk, hogy ezt még, hogyha nehezen is, és értem, hogy nem mindenki sajnos, de ki tudják gazdálkodni, vagy jönnek nálunk is a modellek, ahol hitel konstrukciókat próbálunk erre kitalálni, hogy könnyítsük a dolgot, de e fölötti, fekvőbeteg, amiből rengeteg-rengeteg van, és ahogy megyünk a komplexitásba, ugye azért is drágábbak, mert egyre komplexebbek, egyre nagyobb tímekre van szükség, egyre komolyabb háttérre, ezt a magáma nem tudja kiszolgálni, pont azért, mert egész egyszerűen nincs rá fizetőképes kereslet. Ez akkor tudna jól működni, két módon, hogyha valamilyen módon ne a finanszírozó, tehát tajkártyára, akár úgy, hogy közös finanszírozás a paciens és az állam között a magánt lehetne használni, vagy, amit mi mondunk, hogyha egyre többen és többen vásárolnak magánegészségügyi biztosítást, és ott egy akkora kockázat közösség jön létre, hogy gyakorlatilag egy második biztosítási lábként tudja ezt a dolgot finanszírozni. És akkor maradnak olyan elemek, amik valószínűleg mindig az államnak a dolga, sürgősségi ellátás, mentésnek a megszervezése, a nagyon ritka betegségeknek a kezelése, uh -huh. úgyhogy valahogy így. A, ha már a magánegészségügyi biztosítási rendszer szóba hozta, szintén a közellátás kapcsán is felmerült ennek az alternatívája, de érdekes módon, hogy ott abból az aspektusból, hogy esetleg bizonyos értelemben, ha megjelennek olyan fizethető szolgáltatások a közellátás, rendszerén belül, akkor ennek a finanszírozását akár a magánegészségbiztosítás meg tudna oldani. Látnak erre egyébként szakmai törekvéseket, akár biztosítótársaságok részéről? Hát mi azt látjuk, hogy a biztosítótársaságoknak ebből a szempontból meg van kötve a keze, tehát ők csak a magánhoz tudnak ebben a pillanatban fordulni. Elég szigorú határokat húzotta a, a jogalkotó arra vonatkozóan, hogy közellátó intézményben lehet egyáltalán bármit. Talán az egyetlen példa ugye az egyetemeknek, az amúgy az egyetemtől teljesen független, csak az egyetem tulajdonában lévő különböző magánszolgáltatóknak a létrehozása. De a paraszolvencia kivezetésével egy időben azt a amúgy rossz gyakorlatot is megszüntette a jogalkotó, hogy állami intézményben bármifajta magánegészségű szolgáltatást lehet végezni. Ennek az oka az, hogy leginkább ez szintén a szürke gazdaság volt, ahol oda vitték kollégák a, a, a pácienseket és a az állami infrastruktúrán elvégeztek olyan beavatkozásokat, amiért igazából ők tették el a pénzt. De itt azért lehetne egy jó egyensúlyt találni, hogyha lenne rá szándék. Viszont a magánegészségbiztosítási oldalon ott azért azt gondolom, hogy a kockázat, ugye biztosítóról beszélünk, tehát ott a kockázat értékelése egy-egy páciens esetén, mondjuk úgy, hogy aki a biztosítási díjat majd fizeti, ott azért viszont szóval elég komoly vizsgálatok vannak már, hogy mi legyen a biztosítási összeg, van-e előélete, kora, stb. stb. veszélyes foglalkozása. Ezek mennyire befolyásolhatják egyébként az ellátottak a körét magánegészségügy szempontjából? Ugye ezek a kizáró tényezők leginkább akkor jönnek elő, amikor egyenként próbálunk biztosítást kötni. Ott attól még nagyon fél ma a biztosító, és hmm. nagy nagyon óvatos, hmm. mert azt gondolja, hogy na, aki ilyet akar magának kötni, annak biztos, biztos hogy, hogy van, van valami így. baja, vagy hozza múltból, ezért próbál minden kizárást tenni. De ami azért tipikusabb, hogy egy munkaadó vásárolja ezt a szolgáltatást hmm. a munkavállaló részére, ott ezt nem nézi, azt mondja, hogy van egy... 100 700, 500, fő, így van, 500 fős kockázat közössé, és ott bevállalja azokat a kockázatokat, igen, hogy kettőnek volt valamilyen előzménybetegsége, de 32-nek meg éppen semmi baja. Ezért az elterjedése is inkább a munkaadó oldaláról van ennek a szolgáltatásnak, de én azt gondolom, hogy egyre fejlettebb az úgynevezett előszűrése ezeknek a programoknak is kell, hogy jöjjenek a öngondoskodó magánszemélyek is a rend szerbe és a biztosítók nyitnak ebbe az irányba részben igen, bizonyos kizárásokkal. Részben én azt gondolom, hogy itt meg felértékelődik a prevenciónak a szerepe, és megint egy egészséges biztosítói modellben az, hogy én részt veszek rendszeresen szűrővizsgálatokon, odafigyelek magamra, ez, ez meg pozitívan kell, hogy aztán érvényesüljön, és fog érvényesülni egy szép nap a biztosítási díjba, hiszen azt gondolhatja, hogy a biztosító, aki elmegy szűrésre, sokkal kisebb eséllyel lesz problémája, mint ami nem, aki nem törődik meg áll, értem, szóval ugyanúgy további egészségügyi kockázati tényezőket, aki dohányzik, nem mozog, túlsúly az összes, amikről pontosan tudunk, ezeket egy, egy, egy kalkulációval ki lehet hozni, hogy ez hogy befolyásolja a biztosítási díjat. Mi említett egy fontos mondatot, hogy a munkáltatói oldalon jelenik meg egy ilyenfajta kockázati közösségként akár ahogy én rá is erősítettem, akár egy ilyen kafetéria rendszerbe beépítve. Ugye most, ha jól tudom, a jogszabály változtatással kapcsolatosan felmerül az, hogy a, ez a foglalkoztatás egészségügyi kötelező vizsgálatnak egyfajta átalakítása. Ez érintheti egyébként azt, hogy a magágeniségési egészségügynél ezek a fajta előzetes preventív jellegű megközelítések még jobban meg tudnak erősödni? Hát egyfelől igen, másfelől ugye egy Ma még nem tudjuk, hogy ez a jogszabály ténylegesen rendeleti szinten hogy, 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 hogy fog kinézni, melyek azok a munkakörök, ahol nem lesz kötelező. Igen, igen. Mi azért erősen lobbizunk, javaslatokat teszünk, hogy, hogy ez azért mind szélesebb körben maradjon meg, mert ma Magyarországon a foglalkozás egészségügyi vizsgálat az egyetlen olyan prevenció, amint közel 4 millió munkavállaló legalább egy évben egyszer részt lesz. Én azt gondolom, és talán a jogalkotó szándéka is az, hogy egy kicsit szofisztikálja ezt. Itt sajnos el kell mondani, hogy ezen a területen is voltak vannak olyan szolgáltatók, akik nem megfelelően járnak el, akik lehet, hogy nem is látják a pacienst, vagy nem elég alapos vizsgálatot végeztek, tehát mindenképpen itt az újragondolással szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy hogy ellenőrizzük, hogy csatoljuk vissza a dolgokat, és onnan kezdve pedig motiválni kell a cégeket, hogy ezt a szolgáltatást, ha kötelező, hanem vegyék igénybe, Kedvezményekkel, adójóváírásokkal, egyéb ösztönzőkkel szerintem a legtöbb, legtöbb gondoskodó cég ezt, ezt megtartja, mert azért ez, ez sokak fejébe úgy ér, hogy ez egy nyűg, ahova egy évben egyszer el kell mennem, de nem, ez arról szól, hogy száz emberből azt az egyet megtaláljuk, akinek valamilyen egészségügyi problémája és kiszűrjük, és találunk, és rengeteget találunk. Ezért nagyon-nagyon fontos a megtartása. A másik ok, amire én azt gondolom, hogy egy felelős munkaadónak ezt meg kell tartani, az az a fajta kockázat, hogyha bármilyen problémája történik egy munkavállalónak, és nincs előzmény, hogy amúgy, amikor őt fölvettük, alkalmas volt a munkakörre, de már ez a betegsége megvolt, akkor nagyon-nagyon csúnya perek alakulhatnak ebből ki, amit jó eséllyel egy munkaadó elveszít, hiszen nem tudja mihez viszonyítani a munkavállaló egészségromlását. És akkor itt azért egy érdekes szegmensre, és talán ezt egy kicsit ilyen levezető záró kérdésnek is fogadja el tőlem, hogy a foglalkoztatás egészségügyben azért jellemzően mindig az marad meg bennünk képként, hogy egyfajta ilyen fizikai paramétereket vizsgálnak. Tehát, hogy látás, hallás, nem tudom, vérnyomás, stb. stb. Az ilyen mentális, pszichikai jellegű kérdések ilyen nagyon ilyen kis farvizen szoktak megjelenni. Holott azt lehet mondani, hogy, hogy ez ma már azt lehet mondani, valami fajta fizikai problémának akár az előzménye is lehet, vagy legalábbis kísérő jelensége. Ezen a, a területen a magánegészségügy tud-e tesz hogy ne csak a fiziológiai jellegű, hanem akár a pszichés jellegű kérdésekkel is tudjon foglalkozni? Abszolút. Ugye én nem csak a primus hanem egy nagy magánegészségügyi szolgáltatót is irányítok, és az egyik legnagyobb foglalkozás egészségügyi szolgáltatók vagyunk, és ennek égisze alatt, tehát mi az ügyfelénk számára felajánljuk azt, még hogyha nem is kötelező, mert nincs benne a foglalkozás egészségügyi protokollba, hogy van egy úgynevezett pszichoszociális kockázat felmérés, ami, ami munkavállalóig lemegy, és értemszerűen nem azt fogjuk mondani, hogy ezzel a kollégával gond van, hanem adunk egy képet a, a teljes munkavállalói e, állományról, mert ott ki tud jönni akár egy-egy csoportra, vagy az egész cégre, hogy van egy ilyen típusú kockázat, és akkor ennek érdemes utána menni, szakembereket hívni, akik segít de akár egy-egy szemét is be lehet ugyanúgy azonosítani, ahogy helyesen mondta, egy, ahogy egy fizikális problémával, valami fajta mentális gonddal, amivel aztán érdemes foglalkozni, ezt ugye magával az adott pacienssel beszéljük meg, nem a munkaadóval, de hogy, de hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, és én azt gondolom, hogy ez részben ma kötelező is, meg nem is, tehát ezt már a cégek azért sokkal szabadabban értelmezik, mint a foglalkozás egészségügyi ellátás, de most, hogy ez az egész újra lesz gondolva, én azt gondolom a mai világban ez fontos, hogy beemelődjön, ugyanúgy, amit nagyon helyesen mondott, olyan kockázatok esetén, ahol EKG-t vagy labort kell nézni, vagy egyéb vizsgálatot. Az Robert a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke, és hogyha már ön szóba hozta, akkor én meg is említem, a Dr. 24 csoport vezérigazgatójával beszélgettünk a magánegészségügy és a közellátás kapcsolatáról, de egyáltalán a magánegészségügyről is. És én köszönöm szépen a rádióhallgatóknak a mai napi figyelmet. Barna Erika és jobbrodés szerkesztő volt a segítségünkre a mai műsor összeállításában.